Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak, tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Kezdjünk is hozzá, nézzük meg, kezdjünk azzal, hogy mit is csinálunk, és akkor majd beszélünk arról, hogy miért is csináljuk. Tehát coach képzéseink vannak. Mit jelent az, hogy coach? A mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy ember és élet jobbító. A coach képzéseink által az embereknek eljutatjuk azt a tudást és azokat a képességeket, és adunk gyakorlási lehetőséget is, hiszen gyakorlás nélkül elég nehéz valamit begyakorolni, amelyek által olyan élet- és emberismerethez jutnak az emberek. Kérdezném, vajon olyanra, hogy ember és élet ismeretre az embernek szüksége kellene, hogy legyen? Hát hogyha mondjuk nem ismerik az emberek működését, vagy saját maguk működését, akkor biztos jól fognak kommunikálni, nem? Akkor biztos jó emberi kapcsolataik lesznek, nem? Hát nem. És az élet működése pedig arról szólna alapvetően, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember az életben eredményeket érjen el, azon kívül, hogy mondjuk jól bánik az emberekkel. Tehát azon kívül. Tehát az élet az nem csak az emberekről szól, hanem azon túlmenően szól más dolgokról is, és az embernek fontos, tehát milyen más dolgokról szól. Hát nézzük meg, melyik része az életünknek az emberekről szól. Hát például te önmagad az az emberekről szól, tehát hogy önmagadat megismerd, az fontos kérdés, az is az emberekről szól, hogy család, az is az emberekről szól, hogy valamilyen közösség, valamilyen emberi közösség, az is az emberekről szól, hogy emberiség, és akkor itt van vége az emberiségnek, és még van négy terület, ami már nem emberiség, hanem élet, nem az ember működése, hanem az élet működéséhez tartozik. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az emberi tudásnak a fele kellene, hogy legyen az emberrel kapcsolatos, a fele pedig az élettel kapcsolatos. Na most azért úgy megkérdezném, hogy mondjuk óvoda, iskola, általános iskola, középiskola, felsőbb iskolákban vajon ember és életismeretet mennyire tanított? És mit láttok, hogy az emberek nagyon jól tudnak egymással bánni? Vagy nagyon jól tudnak magukkal bánni, önmagukkal? Nem ezt látni. Na akkor nézzük meg, melyik a négy az embereken túli életterület. Hát például az élőlények. Minden élőlény beleértve, ami a bolygón létezik. Például az összes élettelen dolog, ami a bolygón létezik. Sőt, azon túl is akár, a bolygón túl, hiszen a bolygón túl is vannak élettelen dolgok, de maradjunk a bolygón lévő dolgoknál. Tehát, hogy az ember mondjuk jól bánjon az élő lényekkel, ez sem olyan megvetendő kérdés, és az sem, hogy magával, az élettelen dolgokkal, tehát anyagi dolgokkal jól bánjon. Tehát anyagi dolgokkal. Na most az anyagi dolgokkal nem csak jól kell tudni bánni, hanem képesnek kell lenni arra egy embernek, hogy teremtsen anyagi dolgokat. Tehát alapvetően az ember milyen anyagot tud teremteni? Tehát azon túlmenően, hogy beszívja a levegőt és széndioxidos levegőt fúj ki, és ezzel átalakította az anyagot, mint levegőt, tehát mondjuk ezen túlmenően.
Hát nyilvánvalóan, hogy olyan anyagról van szó, amin megveheti az anyagot. Tehát megveheti az anyagot. Az meg micsoda? Hát úgy hívják, hogy pénz. Tehát az embernek nem keresni kéne a pénzt, de jellemzően, ha megnézzük, az alkalmazottak azok keresik a pénzt. Azok pénzkeresők. A vállalkozók pedig nem pénzt keresnek, hanem pénzt csinálnak. De én jobban szeretem azt a szót, hogy pénzt teremtenek. Tehát teremtenek. Nyilván most nem a kényszervállalkozókról beszélek, akik most alkalmazotti lét helyett valamilyen kisvállalkozói formában működik. Hanem olyan vállalkozókra gondoltam, akik nem kényszervállalkozók, akik tényleg csinálják a pénzt, tehát tényleg teremtik a pénzt. Tehát az ember ma a pénzteremtésben tud jeleskedni, mint anyag. Mint anyag. Mert ha megnézed, az ember alapvetően az anyaggal kapcsolatban egy dologra képes, az anyag átalakítására. Nem? Tehát az anyagból képes arra, hogy átalakított anyagot csináljon, vagy képes arra, hogy két anyagból egy anyagot hozzon létre, vagy három anyagból egy anyagot. De az nem egy új anyag létrehozása, hanem gyakorlatilag azt úgy mondanánk, hogy az kémia. Azt a kémiában tanultuk. Nem? Tehát az azt jelenti, hogy különböző formában, például mondjuk mikor a, itt vannak a bútorok, mikor mondjuk ilyen fűrészporból, meg ragasztóanyagból bútorlapot csinálnak, az már nem egy anyag. Az már több anyagnak a keveréke. Vagy amikor az ember egy vegyületet hoz létre, az is több anyagnak a keveréke. Tehát az ember alapvetően átalakítja az anyagot, és az is a teremtés egy bizonyos formája, de az csak nem létrehozása az anyagnak, hanem átalakítása az anyagnak. Na most, de ha te munkát adsz, és azért kapsz cserében mondjuk pénzt, ott már valami más történik, ha jobban megnézed. Mert nem alakítottál át egy anyagot, és mégis olyan dolgot kaptál, amiből azt veszel végül is, amit akarsz, nem? Tehát gyakorlatilag ma az ember igazából egy teremtésre képes, vagy képes lenne, az pedig a pénznek a teremtése. Na most kérdezem én, hogy neked mennyit tanítottak a pénz teremtéséről? Nekem semmit, illetve kezdetben semmit, az életem első 20 évében semmit, majd 91-től már kezdtem el tanulni olyan dolgokat, akkor voltam 30 éves, tehát 30 évesen kezdtem el olyan dolgokat tanulni, hogy az ember hogy teremtsen pénzt. Na most van ebben kapcsolatban egy szabály? Jó, ez egy kis tanítás, de nem az a lényeg, mert módszert úgyse fogok adni, mert a módszert a második részben adom. Van egy szabály ebben kapcsolatban, hogyha te olyan dolgokat nyújtasz az embereknek, amire az embereknek szükségük van, akkor cserét fogsz kapni. Cserében. Cserében cserét fogsz kapni. Na most, de ezzel kapcsolatban még egy-két dolgot hadd mondjak el. Ha olyan embereknek adsz, akik nem adnak cserét, az baj. Az baj, mert akkor egyoldalú a te cseréd, érted? Tehát és az nem csere, mert a csere azt jelenti, hogy adok, kapok. Tehát hogyha te valakinek
adsz és cserébe nem kapsz semmit, akkor ezt úgy hívják, hogy ajándékozás. Világos ez? Tehát magyarul megajándékoztad őt, de az ajándékozás az nem igényel cserét. Világos ez? Na most, de van egy nagyon fontos dolog még ezzel kapcsolatban, hogy a cserét neked kontrollálnod kellene. Az azt jelenti, hogy alkalmazottként te a cserét nem kontrollálod. Miért nem kontrollálod? Mert beadod a munkádat, a munkáltató befogadja a munkádat, majd valahonnan ő szert tesz pénzre, és neked abból ad. Magyarul, hogy mennyi pénz jött be abból? Hogyan osztotta föl a pénzt a munkaadó? Abban neked ennyi beleszólásod se volt. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a csere fölött nulla kontrollod van. Világos ez? Alkalmazottként. Nulla. Akkor mi van helyette? Egy megállapodás. Az a megállapodás, hogyha én ennyit teljesítek, ezt teszem, ezt a cserét kapom vissza helyette. Világos ez? De ez nem kontroll, ez megállapodás. És hogyha te egy kicsit, tehát a legtöbb dolgozó úgy működik, egy kicsit többet dolgozik, akkor is annyit keres. Ha egy kicsit kevesebbet dolgozik, akkor is annyit keres. Nem mindenki, mert vannak teljesítménybérezésű emberek természetesen. Tehát, ha megnézed, neked az alkalmazotti létben a munkáltató felé nyújtott szolgáltatásod, tehát maga a munkád, nem kontrollált annak a cseréje. Tehát te nyújtasz egy cserét, de kontrollod fölötte nincs. Világos ez? Mi a kontroll fölötte? Tehát egy vállalkozó létrehoz egy szolgáltatást, vagy létrehoz egy terméket. Ha azt a szolgáltatást, vagy egy terméket megveszik, ő határozza meg, hogy mennyiért vehetik meg. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy ő kontrollál. Világos? És hogy abból, mire mennyit költ, akár a vállalkozása érdekében, ő határozza meg, nem más. Ami azt jelenti, hogy megint csak kontroll van a teremtése felett. Világos ez? Na most, tehát alkalmazottként rávettek téged arra, az iskolai tanulmányaid során rávettek, hogy alkalmazott legyél, arra vettek rá, hogy a teremtésed felett ne gyakorolj kontrollt. Jó, te ezt nem tudtad, hogy erre rávettek, ezt csak most tudtad meg tőlem. Szó szerint rávettek arra, hogy ne kontrolláld a teremtésedet, azáltal, ha nem kontrollálod a teremtésedet, nem tudod befolyásolni a jövedelmedet. Világos ez? Miért tudod befolyásolni az alkalmazotti jövedelmedet? Hogy? Ha megvan határozva, hogy mennyi a béred havi szinten, hol befolyásolod? Ha teljesítménybérbe dolgozol, akkor már jobb egy kicsit a helyzet, mert abból tehát úgy tudod befolyásolni, hogyha többet dolgozol, többet keresel. Világos ez? De nem tudod úgy kontrollálni, hogy te határozd meg a cserének a viszonzását, érted? Tehát nem te határozod meg a cserének a viszonzását. Ha te vállalkozó lennél,
méghozzá egy olyan vállalkozó, aki nem kényszervállalkozó, akkor onnantól kezdve te határozod meg a cserének a viszonzását. Világos? Tehát magyarul kontrollod van a csere fölött. Érthető ez? Tehát vállalkozóként tudod azt mondani, ha nem adnak elég pénzt a szolgáltatásomért vagy a termékemért, akkor nem oda, annak a személynek nem adom oda. Világos ez? Odaadom olyannak, aki ad érte elég cserét. Világos ez? De ezt te alkalmazottként csak úgy tudod megcsinálni, hogy fogod ott hagyod az egyik munkahelyet, átmész egy másik munkahelyre, érted? De ott is megállapodsz abban, hogy mennyit fognak neked fizetni, és nem a csere fölött lesz kontrollod, semmi fölött nem lesz kontrollod, mert a megállapodás alapján fognak téged kifizetni. Világos ez? Na most ezt át kellene látni, hogy téged átvertek. Méghozzá az iskoláztatásod során. Oké? Mert az iskoláztatás arról szól pont, hogy az embernek ezt a csere ösztönét, már pedig, hogy van az embernek csere ösztöne, az minden bizony, tehát nagyon bizonyos. Miért? Honnan? Mindjárt megtudod. Nagyon egyszerű. Ki az, aki gyereket nevelt már, aki legalább volt óvodás? Mármint az a gyerek. Oké. Na most, akkor mit láttál? Bekerült a gyereked az óvodába. És bevitt mondjuk játékot, és azt vetted észre, hogy másik játékkal jött haza. És lehet, hogy kiakadtál, mint az inga óra, mert egy sokkal olcsóbb játékot hozott haza. Vagy lehet, hogy éppen örültél, mert sokkal drágább játékot hozott haza cserébe, mint amit elvitt. Most ez részletkérdés. De a gyerekben születésétől fogva nem kell belenevelni. A születésében benne van az, hogy ő cserét kontrolláljon. Érted? Tehát kontrollálja a cserét. És ez így volt, mikor nem volt állami oktatás, csak olyan szintű oktatás, hogy az alapdolgokat megtanították, azt na, menj az életbe, és már 12 éves kortól már az emberek dolgozhattak, akkor ugye csak azt tanították meg, hogy amivel az ember írás, olvasás, számolás, amivel elboldogul az életben. És nem tanították azt, hogy legyél jó alkalmazott. Világos ez? Tehát tanulj, fiam, hogy majd legyen egy jó állásod. Meg tanulj tovább, hogy még jobb állásod legyen. Mert azért kell tovább tanulnia a gyereknek, hogy még jobb állása legyen. Nem ezért kell véletlenül tovább tanulnia? Miért szerinted a vállalkozásokhoz szükség van egyetemi vagy főiskolai diplomára? Nincs. Nincs szükség. Az alkalmazotti létben kell a diploma. Világos ez? Tehát például, ha valami olyan vállalkozást írnak elő, ahol mondjuk kell főiskola vagy diploma, tudod mit csinál? Az a vállalkozó, akinek nincs, fölvesz egy olyan alkalmazottat, akinek van. És már is teljesítette a törvényi előírásokat. Például én nem egy olyan embert ismerek, aki úgy működtet olyan vállalkozást, hogy kell magának a tevékenységnek a végzéséhez különleges képesítés, például mondjuk könyvelői képesítés, érted? Sőt, kell mérlegképes könyvelői képesítés, és neki nincs, mint tulajdonosnak. De vannak alkalmazottai, akiknek vannak. Vagy például mondok valamit, mondjuk egy villanyszerelő működtet egy villanyszerelő vállalkozás, de neki nincs
villanyszerelői végzettsége, semmi gond, fővesz olyan alkalmazottat, akinek van, és onnantól kezdve működhet a vállalkozás. Ennyi. Nem tudtad? Mindig is így volt. Hát figyeld, én aztán tudom, mert azért lettem autószerelő annak idején, és azért egy idő után le is tettem, pár év után le is tettem a mestervizsgát, hogy majd autószerelő mester maszek legyek. Csak akkor került volna már egy autószerelő vállalkozás működtetése több millió forintba. Már akkor a 80-as években. Érted? Hát gondolj bele, csak egy műhely mennyibe kerül. Akkor. És hol vannak? Figyeld, egy csápos emelő, amivel megemelik az autókat, biztos láttál már ilyet, az annyiba került akkor, mint most. Pedig akkor a forint értéke százada se volt. Érted? Tehát százada se volt. Most is körülbelül egy csápos emelőt megveszel olyan 1 millió forint körül, meg akkor is. Így van, akkor az nagyon drága volt. Szóval a lényeg az, hogy de ha nem lettem volna mondjuk autószerelő, és autószerelő, mert tudod, hogy az autószereléshez mestervizsga kell, tehát úgy szerelhet autót valaki, hogy hivatalosan, vállalkozásban, hogy autószerelő mester, de ha ő neki nincs, ilyet ismerek, hogy nincs semmilyen autószerelő vizsgája, mégis van autószerelő műhelye. És ott vannak az autószerelők, és a közt van természetesen autószerelőmester. Világos ez? Tehát ami annyit jelent, hogy megetettek azzal az iskoláztatásoddal, hogy majd minél többet tanulsz, neked annál jobb lesz, mert annál jobb állásod lesz. De még egyszer mondom, a vállalkozásokhoz nem kell semmilyen vizsga. Világos ez? Mert ha neked nincs meg az a vizsgád, felveszel egy alkalmazottat, akinek megvan. Világos ez? Tehát megnézed, hogy ez régen hogy volt? Ez régen úgy volt, hogy mondom, megtanították az alapdolgokat, és az emberek kimentek az életben, és vállalkoztak. Ha megnézed a nagyszüleid, vagy a dédszüleid, ha fiatal vagy, itt Magyarországon, tudti, hogy így volt, hogy a háború előtt 80%-ban vállalkozók voltak az emberek, most gyerekeket leszámítva. Tehát a felnőtt lakosság 80%-a vállalkozó volt. Most a felnőtt lakosság 80%-a alkalmazott. Tehát elérték az embereknél, hogy abba hagyják a vállalkozói szemléletet. Na most a vállalkozói szemléletet, mert a gyerekben nem alkalmazotti szemlélettel születik a gyerek, hanem vállalkozói szemlélettel. Csak ahhoz, hogy megszűnjön a vállalkozói szemlélete, ki kell belőle nevelni a vállalkozói szemléletet. És erre kiválóan alkalmas az állami oktatási rendszer, nem csak Magyarországon, hanem a világon, mindenütt, ahol bevezették már az állami oktatási rendszert. Mert még nem mindenütt vezették be a világon. De ahol bevezették, mindenütt azzal a céllal vezették be, hogy az emberekből, a gyerekekből, nem az ember, gyerekekből kineveljék a vállalkozói szemléletet. Márpedig mondom, minden gyerek vállalkozói szemlélettel született. Mindenki. Sőt, ha egy kicsit megfigyeled, még azt is láthatod, akinek a szülei vállalkozók voltak, ott nagyobb eséllyel lesz a gyerek is vállalkozó, mint ahol a szülei sosem voltak vállalkozók. Tehát például az én szüleim voltak vállalkozók, 12, hogy is? 13 éves koromtól. Tehát 13 éves koromtól. És
én úgy végeztem el a középiskolát, hogy én majd vállalkozó leszek. De lettem is, mert ugye 87-től lettem. Tehát gyakorlatilag 26 éves koromtól elkezdtem vállalkozni. Csak nem azon a területen, amilyen iskolát végeztem. Szóval az embernek vannak területei, ott tartottam, hogy van az élővilág, és van az anyag. Na most, ha te alkalmazott vagy, kérdezem én, ezen a hatodik területen, mert ugye négy terület volt az emberek, ötödik az élőlények, az emberen kívüli élőlények, és hatodik pedig az anyag, az anyagi világ. Na most kérdezem, hogy az anyagi világ területén, szó szerinti teremtés területén hogy állsz? Ha alkalmazott vagy, akkor sehogy. Hogy állsz a teremtés területén? Nem kéne teremteni? Gondold végig. Tehát még egyszer, az ember most ebben a formában arra a teremtésre képes, hogy a cserét kontrollálva cserét kapjon vissza. Világos? Tehát magyarul pénzt teremtsen. Nem tudsz mást teremteni, pénzt tudsz teremteni. Nyilván magad és családod számára, vagy akár egy közösség számára is természetesen. Pénzt tudsz teremteni abban a, annak a közösség számára, amelyben esetleg benne vagy. De alkalmazottként, még egyszer hangsúlyozom, nincs rá lehetőséged. Melyik a további terület? Mert még van kettő. Van egy olyan terület, hogy a szellemi terület, de ebben van másik terület is. Mi az, hogy szellemi terület? Azt tudod mi? Az, hogy a szellemi képességeidet mennyire vagy képes kamatoztatni. Ez ezt jelenti. Tehát, és mondom, még egy része ennek van, de elsősorban itt kezdődik, hogy a mi az, hogy szellemi képesség? Hát, hogy mennyire vagy olyan ember, aki a agyát használja. Érted? Vagy jó az, ha nem használom. Mondják meg, mit csináljak, megcsinálom, adják ide a lóvét, azt majd elkötöm. Mert ha megnézed, az emberek java így működik. Olyan, mintha a gondolkodás olyan távol esne tőlük, hogy mint mondjuk Makó Jeruzsálemtől. Érted? Tehát mintha elfelejtettek volna gondolkodni. Mondok példát erre az elfelejtett gondolkodásra, jó? Ugye tudjuk, vagy nem tudom mennyire tudják vajon az emberek, de tudni kéne az, hogy ha készül valamilyen szer, ami egészséget véd, az nem úgy működik, hogy leakasztjuk a polcról. Vagy kimegyünk a természetbe és kihúzunk egy növényt, és akkor ez gyógyít. Nem úgy működik, hanem úgy működik, hogy minden gyógyító eszközt kikísérleteznek. Az most, hogy egy készülék, vagy egy szer, vagy egy, akár egy gyógynövény, hát a gyógynövényre azért jöttek rá, hogy az gyógynövény, mert addig kísérleteztek, míg rájöttek arra, hogy mire jó.
a gyógyszerek úgy működnek, hogy addig-addig kísérleteznek, még rá nem jönnek, hogy hogyan segíti annak a gyógyulását annak a dolognak. Na most egy kikísérletezés az soha nem pár nap, soha nem pár hónap, hanem hosszú megfigyelés és hosszú próba. Ezért általában úgy csinálják ezeket, hogy először ugye kísérleteznek és állatokon kísérleteznek. Nyilván ez nem nagyon tetszik az állatvédőknek, de hát akkor kedves drága állatvédők, akkor inkább az embereken kísérletezzenek. De most ez nektek bejött. Mert most egy pont egy másfél éve egy olyan időszakot kezdtünk elélni, illetve az idén inkább úgy mondanám, egy olyan időszakot kezdtünk elélni, hogy pont nem az állatokon kísérleteznek, hanem az embereken. Tehát magyarul az embereket állatnak nézik. Szóval lényeg az, hogy itt vagyunk, emberek, és nem gondoljuk azt végig, hogy bármilyen szert, ami egészséget véd, azt ki kell kísérletezni, és az idő. És rengeteg kísérlet. Nem tudom, tudod-e, hogy azt a fránya izzólámpát, nem a LED lámpát, az izzólámpát, hogy Edison hány ezerszer próbálta működésre bírni. Így van, körülbelül 10.000. kísérletre sikerült. Most szerinted az, hogy valamilyen gyógyszer gyógyítson, az harmadikra rájönnek. És elkezdik egy héttel ezelőttről, és akkor egy hét múlva, már kikísérleteztük háromszor, tessék itt a tökéletes gyógyszer arra a betegségre. Szerinted ez így működik? Hát ha így működik, azt hiszed, hogy így működik, akkor te hót hülye vagy. Szóval a lényeg az, hogy rengeteg kísérletet csinálnak, ráadásul mikor már létrejött valamilyen eredmény, akkor kontroll csoportok végzik a további kísérleteket. Ami azt jelenti, hogy két szálon futtatják a kísérletezést. Hogy vajon a két csoport ugyanarra a végeredményre jut-e? Nem tudom, elég logikus voltam. Mert ha nem ugyanarra az eredményre jut, akkor ott valami bibi van. Tehát lényeg az, hogy hosszú kísérletezés. És amikor kikísérletezték, akkor utána még hosszú engedélyezési procedúrán is átmegy, ahol újból tesztelgetik azt, amit már a kutatók leteszteltek. Csak nem azok a kutatók tesztelik, akik a kísérletezésnél részt vettek, hanem az ellenőrző kutatók tesztelgetik le, hogy az tényleg olyan-e. Jó, az nyilván már nem olyan hosszú időszak, mint maga a kikísérletezés a szernek. Általában mire egy onnan, hogy elkezdenek kikísérletezni valamit, és befejezik, és tömegesen kiadható az emberek számára, az általában évek. Soha nem hónapok. Tehát évek. Na most, akkor ráadásul hogy van ez az egész? Ez úgy van, hogy akkor kezdhetnek el kísérletezni, ha már ismerik a betegséget. Addig, míg egy betegség nem létezik, addig nem lehet rá szert kísérletezni ki. Tehát először is
úgy kell elkezdeni magát a kísérletezést, hogy már a betegséget úgynevezett izolációs folyamaton megy át a betegség, tehát izolálták a betegséget, tehát megállapították, hogy hogy működik, mit csinál, mit csinál a szervezetben, hogy reagál rá a szervezet, stb. Stb. Tehát ezt úgy hívják, hogy izoláció. Tehát az azt jelenti, hogy megjelenik egy betegség, utána még kutatók nekiállnak, és kutatják, hogy hogy működik az a betegség, érted? Mert amikor már tudják, hogy hogy működik az a betegség, akkor lehet rá kísérletezni, hogy gyógyszert kikísérletezzenek. Tehát egy új típusú betegségnek az izolálása jó esetben fél év. Érted? Ami azt jelenti, hogy ha már tökéletesen izolálták azt a betegséget, akkor kezdődhet rá a szernek a kísérletezése. Hát ezt én nem tudom, de ezt valamilyen szinten az embereknek tudni kéne. Ha másként nem, kilogikázva. Na most, de az hogy lehet, hogy még meg se jelent egy betegség, és már is van rá gyógyszer. Vagy szer, mindegy, hogy gyógyszer, vagy szer. Érted? Még meg se jelent a betegség, de már van rá szer. Hát ha te ezt elhiszed, akkor te hülyébb vagy a hülyénél. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, hogy vajon akkor hogy hűltek így be az emberek? Ezt úgy hívják, hogy marketing. A marketingnek az a lényege, hogy addig nyomod, míg el nem hiszik. És látod, hogy a marketinggel milyen eredményt lehet elérni. Tehát az a lényeg, hogy a marketinget minél jobban nyomod, annál hatékonyabb. Már csak azért is, mert tanultam marketinget. Sőt, tanítok marketinget. Tehát ami annyit jelent, hogy igénybe vették a marketinget. De a marketing az alapvetően tudod micsoda? A szakértelem és pénzkérdés. Tehát a szakértelmet kellően meg kell fizetni. Ez azt jelenti. A marketing szakemberek nem olcsók. Baromi jó óra díjjal dolgoznak. És ha azt akarják, hogy azt megvegyék az emberek, mert marketing arról szól, hogy az emberek vegyenek, tehát hogy most mit vesznek? Egy terméket vagy egy gondolatot, az most ebből a szempontból részletkérdés. Mert a marketingnak nincs olyan célja, hogy csak terméket lehet eladni vele, vagy csak gondolatot lehet vele eladni. A marketinggel bármit el lehet adni.
Világos ez? Ezért az embernek igen résen kell lennie, hogy ne adjanak el neki bármit. Ne adjanak el bármilyen szar terméket, és bármilyen még szarabb gondolatot. Most, de ha szépen beszélek, nem érted, jó? Csak ilyen egyszerű. És akkor legalább a csúnya szóra odafigyelsz, tudod? Mert a szép szó az elmegy a füled mellett. De tényleg így van. Szóval lényeg az, na most csak egy példa, jó? Hofi szerintetek hány előadást tartott életében? Több ezret. Több ezret. Több ezret. Hát olyan volt neki, volt, mikor rendszeresen minden este adta. Több ezret. És szerinted csak szépen beszélt a színpadon? Emlékezz vissza. Na jó, a fiatalok már nem emlékeznek rá, de az idősebbek, még nem is kell hozzá túl idősnek lenni, tisztán emlékeztek. Érted? Tisztán. És akkor tőlem meg elvárnák, érted, hogy ilyen. Hó, hát milyen csúnyán beszél a Szedlacsik. Pedig Szedlacsik szép. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, hogy a marketinghez, tehát még egyszer visszatérve, az kell, hogy kellenek jó szakemberek, jó marketing szakemberek, és kell sok pénz. Na most, egy marketing kampány általában ott kezdődik, hogy milliók. Tehát, és az nem nagy marketing kampány, hanem ilyen kisebb marketing kampány. Milliók. Ba kerül. Nyilván forintba számolva, a te valutádra számold vissza. Na most, egy országos, ami minden médiában megjelenik, viszonylag rövid ideig, tehát pár hétig, az ott kezdődik, hogy milliárdok. Tehát, hogy minden médiában ott van, ami létezik. A foci nincs benne minden médiában, nagy tévedésbe élsz. A vírus az minden médiában benne van. Nem találsz olyan médiát, amelyik nem ír vagy nem beszél róla. Tehát gondold végig, még egyszer mondom, tehát itt most Magyarországról beszélek, egy olyan kampány, egy pár hetes olyan kampány, ami minden médiát átfog, az ott kezdődik, hogy milliárdok. Na most nézd meg, hogy vajon akkor a kormány mennyit ölhetett bele, mondjuk csak januártól. Nem, nagy tévedésben élsz. Jóval 100 milliárd fölött van. Jóval 100 milliárd fölött. Hát számolgass, mondom pár hét. Az a pár hét általában 2-3 hét, és minden médiában megjelenik, óriás posztertől kezdve minden, az milliárd dokba kerül. Hoppá. Hát csak egy óriás poszter kampány kerül sok millió forintba. És akkor még semmilyen média, más médiáról nem beszéltem. Tehát nagy tévedésben éltek a marketing kampány költségeivel kapcsolatban, úgy látom. Tehát ami azt jelenti, hogy ontják az államok a vírussal kapcsolatos marketing kampányokba a pénzt. Na most, amikor a marketing kampányok folynak a világban, akkor még egyszer mondom, azért történnek, hogy eladjanak egy terméket, egy szolgáltatást,
vagy egy gondolatot. Oké? Na most, de ezeket abból a célból csinálják, hogy az emberek megvegyék. Tehát mögötte, a marketing kampányok mögött mindig és kizárólag érdekek húzódnak. Mindig és kizárólag. Tehát úgy nem marketingeznek soha sehol, ha mögött nincs valamilyen érdek. Világos ez? Na most, hogyha valamit be az állam belerak 100 milliárdokat, csak itt Magyarországon, akkor vajon amögött milyen érdek húzódhat? Vagy a te országodban, ahol élsz? Attól függ, mekkora az ország, lehet, hogy még többet beleinvestáltak, ha nagyobb, vagy ha kisebb, akkor esetleg kicsit kevesebbet. De elgondolkozta azon, hogy vajon milyen érdek alapján. Csak egy kicsit, nem nagyon. És tudjuk jól, hogyha egy kicsit utána nézel, bármikor beírod a Google-ba, hogy országok eladósodottsága, rájössz arra, hogy gyakorlatilag az országok mocskosul el vannak adósodva. Nem ez a kérdés most, hogy kinek vannak eladósodva, mindegy, el vannak adósodva. Most onnantól kezdve gondold végig, hogy de olyan, mint mikor egy egyén vagy egy család mocskosul el van adósodva, de szórja a pénzt. Érted? Na most szerinted, ha egy család mocskosul el van adósodva és szórja a pénzt, akkor több pénze lesz? És szerinted nagyban ez nem így működik? Ha egy állam el van adósodva, vagy egy ország el van adósodva, hát nem az ország adósodott, hanem az állam, mindegy, el van adósodva, és közben szórja a pénzt, akkor szerinted jobb lesz az életszínvonalad a jövőben? Jó, ez csak egy másodlagos kérdés. Az elsődlagos kérdés, elsődleges kérdés a lényeg, ugye az, hogy érdemes lenne elgondolkodnod azon, hogy vajon milyen érdekek húzódhatnak amögött, hogy 100 milliárdokat beinvestálnak a marketing kampányba. Milyen marketing kampányba? Az oltással kapcsolatos, vírussal kapcsolatos marketing kampányba. Én nem egy, meg nem két, hanem sok olyan embert ismerek, akik átestek ezen a víruson. És ég a világon semmi bajuk nincs. Sőt, úgy is átestek emberek, hogy nem is tudták, hogy átestek rajta. Érted? Tehát amikor az az indok merül fel a 100 milliárdok kiszórására a marketing kampányba, hogy ezzel megmentjük a lakosságot, azt úgy hívják, hogy hazugság. Jó? Mert a tények nem ezek. A 2019, inkább úgy mondom 2020-as évek előtt, 2019-ig minden évben volt influenza járvány. Nem csak itt Magyarországon, hanem a világon mindenütt. Abba is meghaltak milliók.
Nem Magyarországon, hanem a világban. Érted? Milliók meghaltak. Magyarországon is. Például volt olyan hónap, hogy 2018 vagy 17 vagy 19 januárjában például 5000-en haltak meg influenzától. Érted? Nagyon egyszerűen tudják, hogy meghaltak attól, mert nézték, hogy mennyi az átlagos halálozás, és ahhoz képest ugye amikor az influenza járvány folyt, akkor mennyi. Ezt megint a neten utána tudsz nézni, ha még nem törölték ki. És lényeg az, hogy abban is haltak meg. De abban, ott nem volt ilyen kampány. Érted? Tehát annak a megoldására nem csináltak ilyen hacacárét. Érted? Akkor gondolkozz el azon, hogy vajon milyen érdekek lehetnek most. Na most én csak úgy mondanám, hogy a média az, hogy független média, az a világon így zsugorodik. Tehát így zsugorodik. De nem csak nálunk, a világon mindenütt. A nem független médiát általában a világon mindenütt ugyanaz a kör közvetve, közvetlenül mozgatja. És ezt most azért mondom, hogy a médiában levő tulajdonosok, akik a marketing kampányt csinálják, azok kézen közön ugyanazok az emberek, akik megrendelik a kampányt. Érted? Tehát magyarul az a marketing kampány pénze, és annak ugye jó része természetesen visszavándorol. Nem, hát az állam kifizetés visszavándorol magánszemélyek zsebébe. De akik elrendelték a kifizetést, azok kézen közön tulajdonosok. Világos ez? Tehát kézen közön tulajdonosok. És így marketing célból kiadhatnak nyugodtan 100 milliárdokat, hiszen ők hozzák a döntéseket. És milyen jó úgy döntéseket hozni, hogy nem kell a parlament engedélyét kérni. Ugyanúgy, ha megnéznéd, én emlékszem még arra az időszakra, illetve tanultuk. Nem emlékszem, mert már, de akkor is hasonlóan volt, a 60-as években már még hasonlóan volt. Hogy nem kellett összeülni a parlamentnek ahhoz, hogy rendeletet hozzanak. Tehát ha megnézed, az 50-es években Rákosi úgy kormányzott, hogy nem kellett a parlamentnek összeülni ahhoz, hogy ne lett volna a parlament, mindig volt. Hogyne, sőt, tehát nem kellett még a szocialista pártnak, tehát a magyar szocialista munkáspártnak sem kellett összeülnie, mint parlamentnek, mert ugye egy pártrendszer volt, és csak magyar szocialista munkáspárt tagok ültek be, nem kellett összeülni, hogy hozzanak egy rendeletet, hanem fogta és a kis leppot fönt összeült, ugye a központi bizottság, ami állt, mit tudom én, 10-20 emberből, és akkor hoztak egy rendeletet, mint most, ami van. Összeül ugye a minisztertanács, és akkor még lehet, hogy az se, és akkor hoznak egy rendeletet. Na most azt úgy hívták, hogy diktatúra. Akkor a mostanit hogy hívnánk? Mostanit hogy hívnánk? Tehát az emberek tanulták, hogy milyen volt a kommunizmus. Érted? Ezt jelentette,
hogy nincs parlamenti demokrácia, tehát nem a parlament hozza a rendeleteket, nem a parlament hozza a törvényeket, hanem egy kislep. Most nem ez van véletlenül? Hát lehet, hogy most jelenleg aki a akik a rendeletet hozzák, azok kevesebb létszám, mint annak idején a központi bizottságot. Valószínűleg. Na most azt akkor diktatúrának nevezték. Akkor most a mi, mostanit azt minek nevezzük? Hát ugyanaz, diktatúra, nem? Emlékezz, a diktatúrában le voltak zárva a határok, nem mehettél, nem? És mostanában nem voltak lezárva a határok? Kereskedelem akkor is mehetett, ugyanúgy, emlékezzetek. A diktatúrában is mehetett a kereskedelem oda-vissza. Azzal nem volt gond. Most is mehet a kereskedelem oda-vissza. De szabadon közlekedhetsz. Akkor ezt minek neveznénk, drága barátaim? Minek? Nem véletlenül ugyanúgy diktatúra? Tehát szépen beterelték az embereket egy diktatórikus működésbe. Azon a címen, hogy így védekezünk a fertőzésekkel szembe, vagy egy bizonyos fertőzéssel szembe. Érted? De ez a lényeg, hogy vannak a világban olyan emberek, akik diktatórikusan akarnak uralkodni. És ha most átnézed ezt, ezt látod. Amikor a szocializmus volt a második világháború után, nézzétek meg, hány szocialista ország volt a világban? És ott mindenütt diktatúra volt. Nem hiszem, hogy kevesebb volt, mint ahol most a diktatúrákat bevezették. Tehát akkor a Földnek a majdnem felén diktatórikus rendszerek voltak az 50-es években. Sőt, mondhatjuk azt, hogy több mint felén, mert ugye Kínában is, meg stb. Most ugyanez a helyzet. Tehát a demokráciából visszatértünk a diktatúrába. Csak a vak nem látja. Tehát értsétek meg, az emberi működés olyan. Én tanultam egy hölgytől, protokoll főnök volt a Kádár korszaktól egészen az első Orbán kormányig. Tehát egy csomó minisztert meg államfőt kiszolgált. És ő volt Magyarországon a protokoll főnök. És elmondta, hogy a következő történt. Minden állami vezetővel, amikor megválasztották, hogy ő került hatalomba, akkor teljesen jól működött. Tehát beüt az irodába, nagy célokkal, stb. És azt mondta, hogy hát ebbe az irodába ez nem tetszik, az nem tetszik, amaz nem tetszik. Jó lenne, ha ez így lenne, az úgy lenne, amúgy, egy nyilván a saját ízlésre. Elment hétvégén, ugye eltölteni a hétvégét, mire hétfőre visszajött, az irodája át volt alakítva. Ami azt jelenti, hogy, az óhaját így teljesítették. És akkor ezekből, ezek az emberek szépen vérszemet kaptak. Hogy bármit óhajt, sóhajt, és akkor a körülötte lévő slepp
így teljesíti. Érted? És ez elkezdte megváltoztatni őket. Ők kezdtek lenni a mindenhatók. Ami annyit jelent, hogy azt kezdték magukról képzelni, hogy ők mindenhatók. Ők bármit óhajtanak, az teljesül. Tehát ezt úgy értsd, hogy a bárki, aki bekerül egy állami nagyon vezető pozícióba, mondjuk akár állam első embere, az már eleve nem kis hatalommániával rendelkezik. Oké? Annak, ha kielemzed az asztrológiai vagy numerológiai képletét, egyértelműen kijön belőle, hogy túlteng benne a hatalom vágy. Na most, ha egy emberben már túltengele van a hatalom vágy, és ő lesz az állam első embere, amikor mindenki minden óhaját így teljesíti, tudod, mennyire megnő a hatalom vágya? Mind, a történelemben mindegytől egyig így működött. Jó szándékkal indult, és utána a hatalom vágy tovább fokozódása miatt egyszerűen elszállt magától. És így működött Lenin, így működött Sztálin, Ruscsov, Hitler, így működött a kínai nagyvezér Mao, mind így működött, érted? És gondold végig, most, hogy a kormányok rendeletekkel kormányozhatnak, nem kell összeülni a parlamentnek, mert még véletlenül megfertőzik egymást. És akkor még kihalna a parlament, képzeld el. Mi lenne akkor az országgal, kihalna az összes parlamenti képviselő? Képzeld el. És lényeg az, hogy gondold végig, nem kell összeülni, és rendelkezik, és azt rendelkeznek, amit ők akarnak, vagy amit ő akar, a legfőbb góri. Érted? Mennyit növeli meg vajon a hatalom vágyát? A különböző vezetőknek természetesen a világban. Mert ez pont így működik. Rákosi sem úgy indult, mint ami lett belőle. Világos ez? Sztálin sem úgy indult, mint ahogy lett belőle. Hitler sem úgy indult, mint ami lett belőle. Egyik diktátor sem úgy indult, ahogy lett belőle. Mert különben nem jutott volna oda a nép élére, mert a nép kezdetben támogatta ezeket a diktátorokat. Világos ez? Tehát ők nem úgy indultak, hogy én majd diktátor leszek. Egy se így indult. Érted? Még Hitler sem. És a hatalom vágy tovább fokozódása váltotta ki belőlük azt, hogy ilyen gigantomániásak lettek, ilyen elmebeteg gigantomániásak. És most ezt a folyamatot látod az elmúlt másfél évben. Pont ezt a folyamatot. Tehát értsd meg, aki állami hatalomba került, az igen-igen erőteljes hatalomvágyjal rendelkezett, az átlagnál sokkal nagyobb hatalomvágyjal. Tehát nem is lehet az átlag hatalomvágyához összehasonlítani, vagy vágyával összehasonlítani. Na most képzeld el ezt az óriási hatalomvágyat, ami miatt ő lett az ország első embere, ez még tovább fokozódik, mondjuk ötszöröződik, vagy tízszereződik. Mi lesz abból?
az azt jelenti, tudod mi lesz abból? Nekem ő nem tetszik, falhoz állítjuk. Az se tetszik, falhoz állítjuk. Amaz se tetszik, falhoz állítjuk. Nem ezt láttátok a az ilyenek végén? Na, ezt láttátok. Érted? Megyünk e felé, drága barátaim. Oké? E felé megyünk. Tehát szó szerint e felé megyünk. Tehát ez így működik az embereknél, hogy a hatalomvágy tovább fokozódása egészen gigászi méreteket ölt, és az addig jut el, hogy likvidálják az embereket. Érted? Nézd meg a nagy diktátorokat. Mindezt csináltam. Már ókorban Néró. Az leghíresebb diktátor. Oké? Ugyanezt csinálta. Azt mondja, hogy Kambodzsában. Hogy hívják? A Vöröskvereknek a főnöke, igen. Mit tudom én, ki volt az? Pol Pot. Így van. Pol Pot. Stb. Stb. De ugyanezt csinálta Mao is. Ugyanezt csinálta. Ugyanezt csinálta Hitler is. Sorba. Az összes diktátor. No szóval. Ezt miért mondtam el? Hát azért, hogy vajon szükség van-e arra, hogy az ember gondolkodjon. Ez ugye a hetedik dolog volt, a gondolkodás. Ehhez tartozik a hetedik dologhoz még egy kérdés. Ez pedig a lélek. Tehát a lélek. Tehát az élet működésének megismeréséhez ismerni kell nem csak a gondolkodás működését, tehát mi tanuljuk azt is, hogy mitől függ a gondolkodás működése. Nem fogom itt megtanítani neked ingyen. Előre mondom. Szokták mondani, hogy hogy gondolom én, hogy pénzt kérek a képzésért. Egy jó ember nem kér pénzt a képzésre. Akkor mondanám neked, drága csillag, jó? Tehát drága csillag, aki cserét nem akar adni. Ingyen kell neked minden. Ami annyit jelent, hogy az ingyennek nincs értéke. Ott kezdődik az embereknél. Aminek nincs értéke, azt az emberek nem becsülik. Oké? Másik az, az mind becstelen ember, aki csak kapni akar és adni nem akar. Azt úgy hívják, hogy becstelen. Ráadásul van három dolog, ahol nem lehet pénzt kérni, csak becsületkasszát. Az mind a szükség kategória. Szükség kategória, ha te gyógyító vagy és beteggel találkozol. A betegnél a szükség. Világos? Ő szükséghelyzetben van, és te neked gyógyítanod kellene. Tehát az egészség helyreállításáért nem lehetne pénzt kérni, csak becsületkasszát. Tehát adjon cserét, de becsületkassza alapján. Nézzük a másik szükséget. A másik szükség a halál. Mikor valaki meghal és el kell temetni. Világos ez? Tehát a temetést, azt nem lehetne haszon alapján csinálni, az egészség létrehozását, azt nem lehetne haszon alapján csinálni. Vagy helyreállítást, érted? Nyilván a megelőzés az egy más kérdés. Itt a betegségről van szó, valaki beteg vagy megsérül, és annak a helyreállítása az nem lehet haszon kérdés. A megelőzés az egy más téma. Az lehet, mert a megelőzés az nem szükséglet. Világos ez? A megelőzés az választási lehetőség. Valakinek kell, valakinek nem.
van még egy téma, a jog. A jog is szükségkérdés. A jogi területeken sem lehetne pénzt kérni, csak becsület. Világos ez? Becsületkassza. Persze adjanak cserét, ezért becsületkassza. A tudás az nem szükséglet, drága csillag. A tudás az választási lehetőség, hogy kell vagy nem kell. Ennyi, nem szükséglet. Ami választási lehetőség, ott mindenért cserét kell kérni. Világos ez? És akinek ez nem tetszik, annak nyasgem. Ennyi. Ilyen egyszerű. Oké? Úgyhogy maradjunk ennyiben. Azért mondtam ezt, mert az egy becstelen ember. Becstelen embernek meg ajtó kívül van a helye. Világos ez? Úgyhogy lerendeztem a becstelen embereket. Még nyíltan úgyse beszéltem erről. No, akkor így van, azt, ezt nem értem, hogy akkor miért néz végig. Azért, hogy megbíráljon. Én ha valami nekem nem tetszik, elzárom, nem? De ő végignézi, hogy na majd megbírálom én a szedlacsikot. Hát ebből is látni, hogy milyen ember. Na mindegy. Szóval képzel, ott van a lelkünk. Ennyi az idő? Nem fér bele. Hát akkor majd a következő alkalommal folytatjuk. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, legyél tanuló. Ha módszereket is akarsz, legyél tanuló. Ha azt akarod, hogy az életed azon az úton menjen, ami neki mennie kell az életednek, akkor legyél tanuló. Ha azt akarod, hogy a küldetését beteljesíts, legyél tanuló. Ha azt akarod, hogy a feladatodat végezd, legyél tanuló. Érted? Olyan áron, amit bárki meg tud fizetni. Ha te nem, akkor te nem vagy tanuló. Kész. Ennyi. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!